vizsgálat. A látásszűrés során a szakember nem csak szemüveget ír fel, hanem komoly betegségekre is fény deríthet. Adomány. 13 korszerű ólomkötényt vásárolt a Markusovszky Kórház az LOK Szavária Kuplunggyártó Kft. Támogatásából. Apa és fia, idősebb és ifjabb Torjai Walter beszélgetett a Hősök éve 1956-2016 elnevezésű programban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Idén is meghirdette ingyenes látásszűrő akcióját a Lions Club. A szűrőbusz meghibásodása miatt ezúttal egy klubhelyiségben zajlottak a vizsgálatok. A kezdeményezésre nagy szükség van, hiszen a szakember nem csak szemüveget ír fel, hanem komoly betegségekre is fény deríthet. Egy kicsit jobb, de még mindig érzem, hogy ennél tisztán volt. Látásvizsgálat folyik a Szív a Szívért Egyesület Rohonczi úti klubjában. Az ingyenes akciót nyugdíjasoknak hirdették meg. 62 év feletti nyugdíjasok sporttevékenységét, egészségügyi szűrését felvilágosítva előadásunkon való részvételt biztosítjuk. Hát ez az alapcél, ez mindig megvalósult. Most a Lions Clubnak a felkérésére megmozdítottuk a egyelőre 64 fővel álló csapatunkat. Az ingyenes szűrésre érkező nyugdíjasok szakszerű tanácsokat is kaptak. Van, aki csak kíváncsi és állapotfelmérésre jön, és a szemüvegét ellenőrizteti. Van, aki új szemüveget szeretne, aztán néhányan jönnek komoly problémával. Ma eddig 15-öt vizsgáltam, de 2-t már kiszűrtünk, akit tovább kellett küldenem. Nem véletlen, hogy épp a Lions Club állt a kezdeményezés mögé. A szervezet eredetileg is a szembetegségek és a vakság ellen küzd, és 2013 óta egy szűrőbuszt is működtetnek, amellyel egyre több helyre jutnak el. Az elmúlt 3 évben 15 alkalommal volt ilyen egésznapos szűrés. Volt gyermekközösségekben, Gencsapáti gyermekotthonban, SOS gyermekfaluban, nyugdíjasok közé rendszeresen visszajárunk, de volt már kis településen is Magyarszombatfán. Amióta a program működik, már 600 személy szűrését végezték el. Az akciót minden évben meghirdetik, így jövőre ez a szám tovább emelkedik. 13 korszerű ólomkötényt vásárolt a Markusovszky Kórház abból a támogatásból, amit a megye legnagyobb foglalkoztatója, az LOK Szavária Kft. Adományozott az intézménynek. Mi vagyunk a leggyakoribbi felhasználói ezeknek az eszközöknek. Ugye a mindennapi műtéteink során, a csontsebészet terén úgy látunk bele az emberbe, hogy folyamatos sugár környezetben dolgozunk. A Markusovszky Kórház traumatológiai osztályának 13 orvosa használhatja mostantól az LOK Szavária Kft. Támogatásából beszerzett korszerű ólomkötényeket. Nagy segítség a mindennapi munkánkban, mert naponta több órán keresztül folyamatosan használunk ilyen ólomkötényeket. A balesetsebészeti, ortopédiai, csontsebészeti műtétekhez ez alapfeltétel. Állandó sugár környezetben dolgozunk, és a legközelebb az ott dolgozó tímből a legközelebb a sebész van ehhez a sugár nyalábhoz, és ez a testünk egy jelentős részét megvédi ilyenkor. A kórház rendelkezik több ólomkötényel, hiszen a műtét és a diagnosztikus szakmákban védőfelszerelés kondicionál. A 2,5 millió forintos támogatásnak köszönhetően viszont már az osztály minden orvosának saját méretére készült kötény jut, ami nem csak higiéniailag fontos, hanem azért is, mert műtét közben nem csúszik le és nem is szorít. Számunkra, a térség legnagyobb munkáltatója számára nagyon fontos, hogy a legjobb egészségügyi ellátásban részesüljenek mind a munkatársaim, mind pedig a környéken lakók. Mihály Reinig, a nagyvállalat ügyvezetője az ünnepélyes átadáson köszönetet mondott a kórház orvosainak és hangsúlyozta, a gyár örömmel támogatja az intézmény színvonalas munkáját. A Szent Márton emlékévről a megyei közgyűlésen. A Jobbik megemelni a köztisztviselők illetmény alapját. A Zonta Klub jótékonysági hangversenye. Rövid híreink következnek. A kormány 800 millió forintot biztosított a Szent Márton emlékév rendezvényeihez, míg a Szent Márton terv fejlesztéseinek megvalósítását összesen 15 milliárd forinttal támogatja.
Az emlékév kiemelkedő programjairól és a hozzá kapcsolódó beruházásokról Puskás Tivadar tartott tájékoztatót a Vas megyei közgyűlés ülésén. A megye népegészségügyi helyzetét Stánic Éva megyei tiszti főorvos mutatta be. Megállapította, hogy a vasi emberek egészségügyi állapota összességében megnyugtató, ám az országos helyzethez viszonyított előny egyre fogy. A Vas megyei búzatermelési verseny idei eredményeiről Pusztavámi Márton számolt be. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetője szerint ez a program hozzájárul ahhoz, hogy a legjobb vasi termelők felzárkózzanak a világ élvonalához. Már jövő év január 1-től megemelné 20%-kal a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetmény alapját a Jobbik. Erről tartottak sajtótájékoztatót a párt helyi képviselői. Balassa Péter elmondta, hogy javaslatát egyszer már leszavazták, de a decemberi közgyűlésen újra benyújtja majd. Úgy látja, a Szombathely adóbevételei és a felesleges látványberuházásokra költött pénz kellő fedezetet nyújtana ehhez. Sárközi Csaba hozzátette, a közalkalmazottak bérpótlékának központi 15%-os emelését további 5-10%-kal egészíthetnék ki az önkormányzati költségvetésből. Jótékonysági hangversenyre várta a közönséget a Zonta Klub Szombathely csütörtökön este. A Premontrei Gimnázium dísztermét már hagyományosan megtöltik a támogatók ezeken az alkalmakon. Ezúttal a Művészeti Szakgimnázium ének és zenekara, valamint szólistái adtak adventi koncertet a zeneszerető érdeklődőknek. A házigazda szervezet az eseményből befolyó bevételt rászoruló gyermekek, egyedülálló anyák és családok megsegítésére fordítja. Apa és fia, idősebb és ifjabb Torjai Walter beszélgetett a Hősök éve 1956-2016 elnevezésű program sorozatban. A fő téma a forradalom volt. Apa és fia beszélgetett egymással a Vas megyei levéltárban. Torjai Walter orvost, fia, ifjabb Torjai Walter művészettörténész kérdezte 56-ról. Azért esett rájuk a választásunk, mert idősebb Torjai Walternek nemrégiben jelent meg egy könyve, amelyben az életútját foglalja össze, és ebben egy fejezet az 1956-os visszaemlékezésekre tér ki. Az idén 90. születésnapját ünneplő orvosnak elsősorban munkájához, egyetemi tanulmányaihoz kapcsolódnak történetei. Az, hogy ellenállt a politikai befolyásnak, lassította szakmai előrehaladását, sőt majdnem az életébe is került. Ide születtünk. Minden ember a szíve mélyén oda tartozik, ahová született. Mi Magyarországról születtünk, mi magyarok vagyunk, nekünk ezt az országot kell felvirágoztatni, és ide kell tartoznunk. Én is itt szeretnék meghalni. A művészettörténész sokkal több történetet ismer édesapja életéből, mint amennyit most el tudtak mondani a közönségnek. A lényeg azonban szerinte az, hogy hűek maradjunk az elveinkhez. Lássuk azt, hogy valaki honnan jön, és hogyan éli meg ezeket a dolgokat, milyen neveltetést kap, milyen értékeket kap otthon, és ezek az értékek hogy konfrontálódnak azzal a fajta világgal, amit tulajdonképpen a kommunizmus Magyarországon elkezd hirdetni, és hogy ennek milyen ütközések és milyen következményei lesznek, amik szinte mondhatnánk, hogy napjainkig hatóak. A Vas megyei Múzeumbarát Egylet utolsó idei rendezvényére december 6-án várják a közönséget. Horváth Szilárd az ismert televíziós személyiség, és Tajta Gábor lesz a vendég a levéltárban. Ők 1956 történéseiről még akkoriban írtak, amikor erről nem nagyon lehetett beszélni. Ezért tanultam járni mottóval szervezett konferenciát a Németh László szakkollégium Pilinszky János születésének 95. évfordulója alkalmából. Egyetemisták, oktatóik mutatták be, mit tudnak a 20. század egyik legnagyobb magyar költőjéről. Te máshol élsz. 95 éve 1921. november 27-én született Pilinszky János Budapesten. Ez alkalomból szervezett diákkonferenciát a Németh László szakkollégium. Én azt hiszem, hogy minden tudományos pályának, illetve a tanári pályának is olyan előszobája a tudományos konferencián való szereplés, amely más élménnyel nem pótolható. Az előadók a diákokhoz is közel álló nézőpontból közelítették meg Pilinszky János munkásságát. Pilinszky Apokrif című versét fogom összehasonlítani. Ottlik Géza, minden megvan című
című novellájával, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes téma, hiszen nem sokan dolgozták fel korábban, és mindkét műben megjelenik a hazalátogatás, mint motívum, az elveszettség, a magány, és erről fogok majd beszélni az előadásom kapcsán. Többen már visszatérő előadók az évről évre különféle tematikával megrendezett diákkonferenciákon. Azért jelentkeztem a konferenciára, mert tavaly is előadtam a József Attila konferencián, és nagyon élveztem, és Pirinszky költészete pedig még közelebb áll hozzám. A rendezvény fő célja a költő születésnapjának méltó megünneplése mellett az volt, hogy közelebb hozza Pirinszky Jánost és költészetét a fiatalabb generációhoz. Szent Mártonról egy percben. Több új bélyeget is kiadtak a Szent Márton emlékév tiszteletére, melyeken főként szombathelyi emlékek jelennek meg. Az emlékív és a blokk elsősorban a gyűjtők számára lehet különlegesség. A jubileum tiszteletére Domé Eszter grafikus művésztől rendeltük meg a Szent Márton emlékívet. Azt szerettük volna, hogyha ezen szombathelyi Szent Márton emlékek lesznek majd láthatók, és hát a gyűjtők számára, és mindazok számára, akik szeretik a szép emléktárgyakat, azok számára készült ez az emlékív. Ugyanakkor pedig a Magyar Posta is kiadott 2016-ban Szent Mártonnal kapcsolatos bélyegeket és blokkot is. Ezen is találhatók szombathelyi illetőségű Szent Márton emlékek. Ezen kívül a Magyar Posta kiadott még Szent Márton bélyeget, amelyen pedig pannonhalmai ábrázolás egy kódex iniciáléja látható, úgyhogy ez az év a filatélisták számára is bővelkedik kuriózumokban. Négy érmet hoztak haza a Tökölön rendezett nyílt országos bajnokságról a Leo Karatedo SS sportolói. A fiatal szombathelyi versenyzők 3 második, valamint egy 3. helyezést gyűjtöttek be. A tököli sportcsarnokban rendezték meg a Goju-Ryu sziget kupa küzdelmeit. A nyílt országos bajnokságon több mint 20 egyesület közel 300 versenyzője lépett tatamira. A vasi színeket a Leo Karatedo SS képviselte. A szombathelyi klub 3 fiatal versenyzőt indított, akik számára ez remek alkalom volt a tapasztalatszerzésre. Most ki szerettem volna próbálni versenyzőket, hogy egy nagyobb versenyen hogy állnak helyt, volt akinek első versenye. Maximálisan meg voltam elégedve forma gyakorlatban nyújtott teljesítményükkel, tényleg kihozták magukból maximumot, nagyon boldog voltam, öröm volt őket nézni. A küzdelem az már nem sikerült annyira jól, le voltak kissé ülve fejben, nem tudtak annyira összpontosítani. Forma gyakorlatban mindhárom szombathelyi versenyző, Kovács Ákos, Gerebics Márton és Pálmai Tamara is kategóriája 2. helyen végzett. Küzdelemben viszont csak Gerebics Márton tudott felállni a dobogó 3. fokára. A vasi sportolók közül Pálmai Tamarának ez volt az első igazán komoly erőpróbája. Nagyon jó érzés volt. Attól féltem, hogy nem fogom tudni azt nyújtani, amit az edzéseken, mert agyban nem tudok annyira koncentrálni, viszont az izgalom ellenére tudtam úgy összpontosítani, hogy el tudtam érni azt, amit elvártak tőlem, és úgy gondolom, hogy a jövőben is képes leszek ezt a teljesítményt hozni. A tervek szerint a Leo Karatedo SS sportolói idén már nem indulnak több versenyen. Ettől függetlenül az edzések tovább folytatódnak, ugyanis a karatékák az ilyenkor elvégzett kemény munkával tudják megalapozni a jövő évi sikereket. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.